szeretettel köszöntöm a sportszerető magyar embereket. Nagyon nagy megtiszteltetés, sajnos nem lehetek ott, mert ugye keményen kell dolgoznom a klubomnál. Először szeretném megköszönni Csányi úrnak, hogy ezt a bizalmat megadta egy fiatal edzőnek. Köszönet a stábomnak, köszönet a feleségemnek, édesapámnak és a gyerekeimnek. A szurkolóknak ezért a szeretetért, amit kaptam és támogatást, mert nélkülük nem sikerült volna, a játékosoknak. És akárhogy is nézem a végén azért a slusszpoén az a Bernstorpnak az érdeme, mert nagyon szépen végigvitte a csapatot a döntő pillanatokban, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy siker mindenkinek, ez nem az én sikerem. Nagyon szurkolok az Európa-bajnokságon mindenkinek, mert nem csak a csapatnak, hanem a szurkolóknak is, hogy igenis élvezzék, és a következő szezonban, a következő években járjanak megint meccsekre, hogy a fiatal tehetség nagy legyen a motivációjuk. Tehát ennek ez a lényege. Én az elején valamit megígértem, én azt ígértem, hogy egy alapot adok majd a magyar válogatottnak. Én örülök neki, hogy sikerült betartani minden ígéretemet, de csak azért működött, mert mind a média, mind a szurkolók és mindenki hozzátette a magáért, és ez nem csak az érdemben, hanem a játékosokért és mindenkiért szó szerint. Köszönöm.